Tavaly válsérülése után bravúros visszatérést produkált Ungvári Miklós. Az olimpiai ezüstérmes sportoló ismét tanúbizonyságot tett kitartásáról, küzdeni tudásáról. A budapesti Papp László sportarénában az olimpiai kvalifikációs Grand Prix versenyen 73 kilós súlycsoportban lett aranyérmes. Az osztrák, román és kanadai versenytársak legyőzése után a fináléban a háromszoros világbajnok Masashi Ebinumával küzdött a győzelemért. A harmadik percben Masashi indított, Ungvári azonban megkontrázta az akciót, földre teremtette riválisát, és a bíró rövid gondolkodás után ipontgyőzelmet ítélt a javára. Ezen a napon két magyar is dobogóra állhatott. Ungvári Miklós aranyérme mellett Szabó Frigyes bronzérmes lett. A ceglédi olimpikon azt mondta, tartozott ezzel a győzelemmel a hazai közönségnek. Azt mondom, hogy ez a magyar judónak, a férfi judó válogatottnak is nagyon kellett, és nem beszélve ugye a fantasztikus közönségről, aki megint kilátogattak, ezúton is köszönjük nekik a szurkolást, a biztatást. Miki azt mondta, óriási erőt adott a magyar szurkolótábor. Ott a döntőbeutásán is voltak nehezebb pillanatok, momentumok, voltak hosszabbításos mérkőzéseim, amikor tényleg átlendítettek a holdponton, és esetleg tényleg azt kellett, hogy ott legyen mögöttem egy ilyen fantasztikus közönség, és tudjak még erőt meríteni valonnan a víztartalékokból. Százával kapta és kapja a gratulációkat, ami nagyon jól esik, de nincs megállás, mondta az olimpikon. Néhány hét múlva újabb megmérettetés vár rá. Itt van szeptember 20-27-től a világbajnokság, ami Bakuba kerül megrendezésre idén. Ott mindketten az öcsémmel szeretnénk szőnyegre állni, és hát értékes mérkőzéseket vívni, nyerni esetleg, de semmiképpen nem úgy távozni, hogyha ne talentem vesztes mérkőzésével, a szőnyegre, akkor sem elszővel megtenni mindent, amit tőlünk telhető. Miki jelenleg edzőtáborban van Tatán. Ott készül az olimpiai kvalifikáció egyik legfontosabb állomására, a VB-re.